Új üzemcsarnok, autóipari tesztüzemet avattak Timáron. A Rofa Művek 150 millió forintból építette fel új üzemcsarnokát. Növekvőipar. 8 év alatt 4-szeres adóbevételre tett szert Nyírbátor önkormányzata. A város ipari parkjában jelenleg 23 cég működik, és több mint 1000 főt foglalkoztatnak. Út a határon át. Uniós források bevonásával szeretnék felújítani a Csengerújfalut és a romániai Szamosdobot összekötő utat. Autóipari tesztüzemet avattak Timáron. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A világ nagy autógyárainak termelési berendezéseket készítő német-magyar érdekeltségi Rofa Művek 150 millió forintból építette fel új üzemcsarnokát. A 15 éves cégnél jelenleg 120 alkalmazott van, és további 10-12 embernek kívánnak munkát biztosítani, akik fém és elektronikai szakterületen dolgoznak majd. A timári Rofa Művek 15 évvel ezelőtt a német Rofa csoport tagjaként jött létre a Tokajhoz és Rakamoszhoz közeli szabolcsi településen. Elsősorban német autógyáraknak készítenek és szállítanak termelő berendezéseket, de nem csak a nyugat-európai országokban lévő üzemekbe, hanem más kontinensre is, így például Kínába, Indiába vagy Brazíliába. A másfél évtized alatt Timáron az induló árbevételt azóta meghatszorozták, csak úgy, mint a foglalkoztatotti létszámot is. 2011. decemberében kaptam a felkérést egy soron kívüli beszélgetésre német partnerhez, aki azt az igényét jelentette be felénk, hogy sürgősen növelnünk kell az áteresztő képességünket, és ennek elengedhetetlen feltétele volt ennek az üzemnek a megépítése. Ő ezt gyakorlatilag tudomásul vette, anyagi eszközökbe is segített a finanszírozást illetően. Nekünk a feladatunk az volt, hogy 5 hónap alatt ezt realizálni kell. Az új üzemcsarnok közel 1100 négyzetméteres és 150 millió forintos költségből épült fel, így egyszerre akár 5 gyártósort is tesztelhetnek ezután. Itt az autógyáraknak előkészített, előszerelt, komplex berendezéseket gyártó és anyagmozgató szallagokat üzemszerűen próbálnak majd ki, hogy szállításukat követően a megrendelők azonnal be tudják állítani a gépeket a termelésbe. A beruházás létszámbővítése is jár. Az üzem jelenlegi 120 dolgozója mellé speciálisan képzett, 10-12 szakembert állítanak majd sorba. A munkahelyteremtő beruházások 10 milliárdjából több mint 2 milliárd ebbe a két megyében érkezett, ami ez év november 30-áig valósul meg, és több mint 1500 embernek új munkahelyet fog létesíteni. Tehát örülünk, és minden olyan fejlesztést támogatunk, amely stabilizálja az ottani térségnek a munkahelyteremtő képességét vagy a gazdasági fejlesztő képességét. Jelen pillanatban megyei szinten 57 ezer regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván. Ezen belül a nyíregyházi kistérség, nyíregyházi kirendeltséghez tartozó körzetben körülbelül 17 ezer regisztrált álláskeresőt tartunk nyilván, hát itt a térségben pedig körülbelül 600-800 főt. A múlt évben 1,7 milliárd forint értékű terméket exportáltak Témáról, az új tesztüzem létrehozásával pedig az idei évben nem kizárt, hogy a 2 milliárdos árbevételt is tudja majd hozni a szabolcsi település vállalkozása, hangzott el az üzem átadásán. 8 év alatt 4-szeres adóbevételre tett szert Nyírbátor önkormányzata. A város ipari parkjában jelenleg 23 cég működik, és több mint 1000 főt foglalkoztatnak. A nyírségi város további területvásárlással és infrastruktúra fejlesztéssel várja a befektetőket. 1998 óta létezik iparterület Nyírbátorban, majd 2004-ben alakították ki a zöldmezős beruházás keretében a jelenlegi ipari park területét Európai Uniós forrásból. Bár a legelső betelepülő egy autókorbács üzem már a válság miatt kitelepült, ennek ellenére minden évben sikerült valamely európai országból nagy befektetőt nyerni, mondta el a város befektetési ügyekért felelős vezető tanácsosa. Máté Antal elmondta azt is, a legnagyobb foglalkoztató jelenleg a dán Koloplast. Ebből nagyságrendileg 15-18 cég az ilyen helyi kisebb vállalkozások, ahol ilyen 4-5-10 főt foglalkoztatnak, különböző gépipari, karosszériás, papírgyártás, kisebb funkció, kisebb üzemek, kisebb területeken. És emellett vannak ezek a nagyobb foglalkoztatók, akik az elmúlt 7-8 évben érkeztek az ipari parkba, és itt már azért több száz fős foglalkoztatásról beszélünk. Ez az idei évre a statisztikát figyelembe véve meghaladja az 1100 főt. Ez ugye iparűzési adóban is a jelentő
jelentős változást jelent. A 2004-es infrastruktúra fejlesztéskor az iparűzési adó bevételünk olyan 200 millió körül volt, ami most már meghaladja lényegesen a 800 millió forintot. Tehát azt lehet így nagyságrendileg mondani, hogy meg négyszereztük az iparűzési adó bevételünket, aminek jelentős részét, de természetesen nem a teljes egészét az ipari parki fejlesztések adják. Egyébként Nyírbátor közel 4 milliárd forintos költségvetésének csak nem 20%-át az iparűzési adó jelenti. Éppen ezért további infrastruktúrális fejlesztéseket hajt végre az önkormányzat. A város kisebb fejlesztéseket maga is megvalósít. Tehát a tömegközlekedés számára fedett buszvárókat építünk az ipari parkba, kerékpár utat építünk az ipari parkhoz, hogy könnyebb legyen a helyi lakosoknak a közlekedés, és építettünk a tavalyi évben uniós forrásból egy inkubátorházat, ami remélhetőleg a helyi vállalkozásoknak és a beszállítóknak tud majd segíteni ezeknél a nagy cégeknél. A 14 ezres nyírségi városban további önkormányzati területek már nem állnak rendelkezésre az ipari park bővítésére, de földtulajdonosokkal egyeztetve további 20 hektárt vásárolnak a közeljövőben a leendő befektetőknek. Uniós források bevonásával szeretnék felújítani a Csengerújfalut és a romániai Szamosdobot összekötő utat. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció várhatóan augusztus végére készül el. A határ két oldalát összekötő út a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésén túl a kapocs szerepét is betöltheti az anyaországi és a határon túli magyarok között. Ezeket a infrastrukturális hátrányokat most az Európai Unió kezdi bepótolni ezekkel a támogatásokkal. A 800 lelkes magyar és az 1200 lakosú román település a határon átnyúló együttműködés keretében nyújtott be pályázatot a két község között húzódó, leromlott állapotú 7 km hosszú út felújítására. A tervdokumentációs munkák elvégzésére 115 ezer eurós visszanemtérítendő támogatást nyertek. Személyesen én, mint határmenti képviselő arra helyeztem a hangsúlyt Szatmárnémeti, akkor még magyar közülési elnökével, Csehi Árpáddal, hogy építsünk minél több határon átnyúló utat, hiszen ez határon átnyúló szolgáltatásokat is jelenthet. Ha mondjuk Garbolcon megépül és Szárazverek között az út, akkor Garbolcon már csak 12 km Szatmárnémeti, esetenként éppen a tűzoltó is hamarabb érkezhet Szatmárnémetiből, mint Fehérgyarmatról. Ugyanez igaz lehet erre a térségre is. A kiviteli tervek várhatóan augusztus végére készülnek el. Ennek birtokában kezdődhet meg a konkrét beruházás, amelyhez további pályázati forrásokat szeretnének igénybe venni. Csengerújfalu polgármestere szerint a határ két oldalát összekötő út a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésén túl a kapocs szerepét is betöltheti az anyaországi és a határon túli magyarok között. Több településnek itt a környékünkön lehetőséget adna a munkahelyteremtésre, és azokra a dolgoknak a megteremtésére, ami eddig nem volt, az emberi kapcsolatoknak a megszerzésére, visszaállítására, és minden tekintetben a városoknak az elérhetősége, Szatmárnémeti, evel az útnak a megépítésével Bagos, Csengerújfalu és Bagos közt ez 7 kilométerre szükülne, körbe ez 45 kilométert jelent. A szatmári térségben nem ez az egyetlen ilyen jellegű beruházás. Szintén uniós forrásból újították fel a magyar-román határon átvezető Csenger-Óvári, illetve a Csenger és Csenger-Bagos közötti útszakaszokat. Valódi párbeszéd helyett a saját kommunikációs jelszavaira erősít a Fidesz a nemzeti konzultációban feltett kérdéseivel, véli a Jobbik. Kis Sándor szerint a kormány már a 16 pontos kérdéssorral előrevetítik, hogy mik a szándékai, és csak az újabb intézkedés csomagját akarja legitimálni az emberek megkérdezésével. A kérdésekben ott vannak a válaszok, kezdte tájékoztatóját a nemzeti konzultációról a Jobbik országgyűlési képviselője. Kis Sándor drágának és értelmetlennek tartja az emberekhez postán érkezett kérdéssort. Szerinte öt párti egyeztetéssel és az emberek közvetlen megkérdezésével is választ lehetett volna kapni a feltett kérdésekre. A Fidesznek ez a nemzeti konzultációja nem szól másról, csak hogy minden társadalmi, vagy legalábbis a választás szempontjából legfontosabb társadalmi rétegek szája íze szerint feltett kérdésekre kell válaszolni, hogy érezzék az emberek azt, hogy ők meg lettek szólítva. Hogyha lemennének az emberek közé, és beszélnének az emberekkel a kormányzati tisztviselők, kérdésem kellene feltenniük, elmondanák maguktól azt, hogy milyen nehéz megélni, milyen katasztrofális az oktatási helyzet, a közbiztonság az olyan, hogy gyakorlatilag nem lehet termelni,
meg az, hogy milyen nehéz munkát találni, ezt az emberek simán elmondanák nekik. Ezután elsősorban a munkahelyteremtéssel összefüggő kérdésekben kéri ki az emberek véleményét a kormány, pedig az egészségügyi ellátásról és a gyógyszer áremeléséről kellene kérdezni őket az ellenzéki párt szerint. Nem adott helyt a nyíregyházi törvényszék az esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek alapítvány keresetének, amit a nyíregyházi Huszártelepi iskola bezárása miatt indítottak. A szervezet szegregáció miatt perelte be a várost és a hajdúdorogi egyházmegyét. A nyíregyházi törvényszék elutasította az alapítvány keresetét, így szeptemberben a második első osztály is elindulhat. A nyíregyházi önkormányzat egyébként a Huszártelep rehabilitációjára 500 millió forintot költ, erről Jászai Menyhért alpolgármester számolt be még kedden. Akkor azt mondta, fontos, hogy a város részben iskola működjön, sőt, szeptembertől az óvodát és a görögkatolikus egyház működteti majd. Az idén nyáron kevesebben terveznek nyaralást, mint tavaly. A részletek hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Péntektől vasárnapig a nyíregyházi repülőtéren, illetve a reptér légterében rendezik meg a 23. Kelet-Magyarország Kupa nemzetközi ejtőernyős bajnokságot. A résztvevő 10 csapat közel 50 versenyzője három számban méri össze tudását. Sikeres szezon tudhatnak maguk mögött a nyírsul és kézilabdázók, a több mint 200 gyereket foglalkoztató szakák képviselői három korosztályban is bejutottak az országos döntőbe. A jövő tervei között szerepel az akadémia beindítása. Bulgária, Tunézia, Törökország és Egyiptom. Ezek az idei nyár legkedveltebb úti céljai. Fontos szempont, hogy ezek mindegyike Debrecenből repülővel is elérhető. A buszos utazások között Görögország és Bulgária a legnépszerűbbek, ezek egyben a legolcsóbbak is. Ha nem is számottevően, de kevesebben utaznak, mint tavaly, állítják az utazás szervezők. Sokan a kedvezmények miatt évelején foglalózzák le a nyaralást, az iskolai szünet beköszönte után szokott ismét nőni a forgalom. A tapasztalat az, hogy a belföldi szállásokat egyénileg foglalják az utasok. A legfontosabb befolyásoló tényezők kétségtelenül az idő és a pénz. Inkább dolgozunk szerintem nyáron. Én még életemben vagy kétszer voltam csak. Tulajdonképpen ez az éven nem fog összejönni, mert nyelvvizsgázom, talán jövőre. Kölcsére szoktunk menni nyaralni, az egy ilyen kis tábor, igen. Ilyen egyházi tábor, 40 gyerekkel és 4-5 nap szokott lenni, és ez egy nagyon jó kis kikapcsolódás. Minden évben tervezünk ilyen családi programokat nyáron, utazás, amikor meg tudjuk engedni magunknak, akkor külföldre, de általában itt belföldön szoktunk. Biztos időt kerítünk rá is pénzt. Igen. A külföld akkor hova? Görögországban szoktunk nyaralni, valamint Horvátországban szoktunk még megcélozni. A nyíregyházi utazási irodákban a legnépszerűbb úti célok a Debrecenből repülővel is elérhető országok, Bulgária, Tunézia, Törökország és Egyiptom. Hárban legkedvezőbb általában ezek a bulgár, illetve a tunéziai nyaralások. Ugye, hogyha egy repülős útról beszélünk, akkor járulékos költségként felmerül a repülőtérérték, illetve a kerozin felár. Ez személyenként körülbelül 35-40 ezer forint plusz költséget jelent egy egyéni vagy egy buszos utazáshoz képest. Ha busszal utazik valaki, akkor pedig ezek az észak-görög, illetve a bulgár ajánlatok, amik a kedvező bárkategóriába tartoznak. Bulgáriába busszal 55 ezer forintért is nyaralhatunk, most ez a legolcsóbb kínálat. Egy észak-görög apartman önellátással, szintén busszal megközelítve fejenként 60 ezer forinttól kezdődik. Az egzotikus utazásokat, úgy mint Kenya, a Maldív-szigetek vagy Mauritius általában télen keresik a tehetősebbek. A nyári luxusutak minimum 250 ezer forintba kerülnek fejenként, a legkedveltebbek pedig most a török ötcsillagos all-inclusive szállodák. A gyermek és fiatalkorúakat érintő bűnmegelőzési tevékenységekről tartott egyeztető fórumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Az eseményen a rendőrség és a hivatal szakemberei tekintették át a fiatalkori bűnelkövetés megyei helyzetét. Az előadásokon szó esett a családon belüli erőszak ügyészi tapasztalatairól, a Baktalórendházi kistérségben működő gyermeksegélyprogramról, illetve a rendőrség 2011. évi bűnmegelőzési tevékenységéről. A hajnalban érkezett viharok több településen okoztak jelentős károkat. Fehérgyarmaton reggel 7 óra körül villám csapott az Ady Endre út 63 szám alatti családi ház tetőszerkezetébe. A tetőszerkezet szinte teljesen leégett. A bentlakókat a szomszéd keltette fel, aki látta a villámcsapást. Személyisérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A szomszédok riasztották, a fehérgyarmati önkormányzati tűzoltóságot 7 óra 9 perckor,
akik 2 perc alatt értek a helyszínre, és elkezdték a tűzoltását. Megérkeztek még a 20 kilométerre lévő mátészalkai hivatásos tűzoltók is, de addig a helyi tűzoltók már eloltották a tüzet. A szemtanúk elmondása alapján és a szakértők véleménye szerint is a tető antennába csapott bele a villám, és úgy terjedt át a tűz a tető teljes területére és a homlozati szigetelés egy részére. Jött fel a villám, ilyen egy grubb átmérő, ilyen egy átmérő. Jött lefele szép lassan, az belágult az antennába. De szép lassan jött lefele, nem az, hogy gyorsan, mint a filmekben. Ilyen átmérő villám, úgy bele. És pont akkor, amikor belágult a villám, utána az eső megindult. Szerencsére. Péntektől vasárnapig a Nyíregyházi repülőtéren, illetve a reptér légterében rendezik meg a 23. Kelet-Magyarország Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Bajnokságot. A résztvevő 10 csapat közel 50 versenyzője 3 számban méri összetudását. Tagadhatatlan, hogy jó adag bátorság kell ahhoz, hogy valaki kiugorjon egy több mint 1000 méter magasan repülő gépből, még akkor is, ha ejtőernyő van a hátán. Ettől függetlenül Nyíregyházán már több mint 2 évtizede rendszeresen összejön egy társaság azért, hogy eldöntsék, ki a legjobb közülük az adott hétvégén. Ezúttal 10 csapat közel 50 versenyzője nevezett a 23. Kelet-Magyarország kupára. 3 különböző versenyszámot szerveztünk, az egyik a klasszikus célbaugrás, van egy úgynevezett célraszálló versenyünk, illetve a ejtőnyű swoop, ez egy új versenyág, és ez is megrendezésre kerül most itt Nyíregyházán. Ugye az ország minden részéről érkeztek csapatok, sőt örömmel mondhatom, hogy külföldről is, Nagyváradról, illetve Aradról 2 román csapat érkezett. Bár az újításokra is vevők az ejtőernyősök, a legtöbben a hagyományos célbeugrás kedvelik a legjobban. A legnépszerűbb még mindig a hagyományos klasszikus célbeugrás. A legnehezebb, illetve ami teljesen más vonalat képvisel, az pedig az ejtőernyős swoop, ez a távolsági swoop verseny, ami én úgy gondolom, hogy a legnagyobb szaktudást igényli. A Kelet-Magyarország kupa vasárnap ér véget, de a nyíregyházi ugrókra még jó néhány feladat vár az év hátra lévő részében. Az augusztusi műrepülővilágbajnokságon, az ejtőernyős fesztiválon és több országos viadalon is ott lesznek a nyírségi ejtőernyős klub versenyzői, a decemberi dubai világbajnokságon pedig Dolhai Zoltán képviseli majd a nyíregyházi színeket. Sikeres szezon tudhatnak maguk mögött a nyírsulis kézilabdázók. A több mint 200 gyereket foglalkoztató szakák képviselői 3 korosztályban is bejutottak az országos döntőbe. A jövő tervei között szerepel az akadémia beindítása is. Bár felnőtt szinten egyelőre a másodosztályban szerepel a nyíregyházi férfi kézilabda csapat, az utánpótlás jelentő nyírsuli játékosai az élvonalbeli együttesek fiataljaival is felveszik a versenyt. Korábban jó néhány korosztályos válogatott és NV1-es kézilabdázó került ki a nyíregyházi utánpótlásból, és a mostani garnitúra eredményei szép reményekre jogosítanak a jövőt illetően. A szakágunk az elmúlt évekhez hasonlóan jó évet zárt. Talán, hogyha lehet mondani, akkor még az eredményeink jobbak is, mint az elmúlt évben voltak. 3 csapatunk jutott országos döntőbe. Eközül a 98-asok azok második helyet szereztek, a 97-esek 3-ok lettek, és a 99-esek azok pedig a 6. helyezést szerezték meg. A minőségi munkához megfelelő háttérre van szükség, ezen a téren is történt előrelépés az elmúlt hónapokban. A nyírsuli vezetésének köszönhetően és a TAO pályázatnak köszönhetően a gyermeklétszámunk jelentősen emelkedett. Ennek, mivel kezdőcsoportokról van szó, majd a későbbiekben lesz eredményben megmutatkozható szép eredménye. 200-on felüli a létszámunk, ami nagy öröm és nagyon régi vágyunk az, hogy lánycsoportok beindítását is meg tudtuk tenni. 13 edzővel dolgozunk jelen pillanatban, nagy sikerű a megyei kitekintő hálózatunk, én úgy gondolom, hogy biztató a jövőképünk. A kézilabdázók nem elégszenek meg az eddigi eredményekkel, a távlati tervek között szerepel az akadémiai képzés beindítása is. Nagyon halkan mondom, hogy a kosár és a labdarúgó szakákhoz hasonlóan mi is szeretnénk beindítani a kézilabda akadémiát. Lehet, hogy ebbe az évben még nem fog sikerülni csak valami hasonló dolgot, ehhez hasonlót, de mindenképpen ez a jövőkép, ezeket a gyerekeket
naponta többször kell edzeni, akkor tudnak tovább fejlődni. A nyílsulik kézilabdázói jelenleg pihenőjüket töltik, de júliusban már jó néhányan különböző edzőtáborokba utaznak, majd elkezdődik a felkészülés a következő szezonra. Híradón végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, néhány mondatban. Autóipari tesztüzemet avattak Timáron. A világ nagy autógyárainak termelési berendezéseket készítő, német-magyar érdekeltségű Rofa Művek 150 millió forintból építette fel új üzemcsarnokát. 8 év alatt 4-szeres adóbevételre tett szert Nyírbátor önkormányzata. A város ipari parkjában jelenleg 23 cég működik, és több mint 1000 főt foglalkoztatnak. A nyírségi város további területvásárlással és infrastruktúra fejlesztéssel várja a befektetőket. Uniós források bevonásával szeretnék felújítani a Csengerújfalut és a romániai Szamosdobot összekötő utat. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció várhatóan augusztus végére készül el. A határ két oldalát összekötő út a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődésén túl a kapocs szerepét is betöltheti az anyaországi és a határon túli magyarok között. A Kölcsey Televízió híradóját látták. A legfrissebbekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is ott a Kölcsey Televízió honlapja a frissülő megyei információkkal. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. Kellemes estét, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! A hétvégére megnyugszik az idő, egy hidegfront hatására felfrissül a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csapadékra elsősorban délután van esély a nyugati területeken. Az északi szél a keleti részeken lesz élénk, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A csúcsértékek 25 és 30 fok közé emelkednek majd. Estétől megyénkben egyre kisebb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatargócok, éjszaka felszakadozik a felhőzet, kitisztul az ég és nagyrészt csillagfényes, csapadékmentes idő következik. A hajnali órákban a szélvédett helyeken előfordulhat párásság, másutt élénk lesz az északias légmozgás, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 fok körül alakulnak majd. Szombaton és még vasárnap is túlnyomórészt napos, nagyrészt száraz időnk lesz, jelentős mennyiségű csapadék, nem hullik és zivatartól sem kell tartani. Szombaton élénk, délben erősebb északi szél fúj, majd vasárnap már gyenge változó irányú légmozgás várható, a csúcsértékek 27 fok körül tetőznek. Határaink közelében 13 és 16 fok körüli minimumokra lehet számítani éjszaka, nappal 25 fok és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap csak időnként zavarják felhők a napsütést, csapadék nem valószínű, hétfőn viszont újabb hidegfront éri el hazánkat, többfelé hullhat eső, zápor. A nappali felmelegedés keddig gyengül, majd ismét erősödik. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!